Olvasni jó, és nagyon jól tudják ezt azok a gyerekek is, akik bejutottak az Újpesti Kulturális Központ tavaly októberben indított irodalmi versenyének döntőjébe, hogy aztán itt az Ifjúsági Ház színház termében kiderüljön, melyik iskola csapata készül fel a legalaposabban Weber Anikó a Platánsor rejtélye című izgalmas krimiéből. Idáig eljutni is komoly munka volt. A regényt az három fordulón keresztül dolgozták fel az általam összeállított feladat segítségével, és most már ez egy hagyomány, hogy minden évben kreatív feladatot is kitalálok, és az első fordulóban az egyik főszereplőt kellett elkészíteni, Kittit. A második fordulóban, mivel a könyvben fontos szerepet tölt be a térkép, ezért tulajdonképpen egy térképet kellett, a 16. kerület térképét kellett elkészíteni a gyerekeknek a regény szövegének a segítségével, tehát nem az egész 16. kerületet, hanem Mátyásföldnek a térképét, vagy Királyföldnek, ahogy tetszik régebben, vagy a regényben, vagy a könyvben így szerepel. A harmadik fordulóban pedig, mivel rendben szervezünk, vagy terveim között szerepel, hogy író-olvasó találkozó lesz Weber Anikóval, aki majd csak már áprilisban tud eljönni, de úgy gondoltam, hogy nem árt, hogyha vannak kérdéseink, és az volt a feladatuk a gyerekeknek, a csapatoknak, hogy mit tennének annak érdekében, hogy Weber Anikó itt legyen az Ifjúsági Házban. Az a 14 csapat pedig, amely ezeket a feladatokat a legjobban oldotta meg, most itt nyomozhatott tovább a könyv hőseivel. Ebben a regényben megismerjük, hogy milyen szép ez a 16. kerület. Tehát nagyon sok villa van. És ez egy probléma volt, és ez erről szól a regény is, hogy valakik ellopnak tárgyakat, és aztán a gyerekek ezeket megtalálják, és hát különböző gyanúsítottak vannak, akár 5-6 gyerek is, vagy 5-6 személy is, és végül is hát kiderül az, hogy nem a gyerekek a gyanúsítottak, hanem egy felnőtt. Hogy miért, nem áruljuk el. Ahhoz el kell olvasni a könyvet. Ahogyan ezek a gyerekek is megtették, mert olvasni jó. És hogy mennyire, azt mi sem jelzi jobban, hogy a sok jelentkező miatt ezt a versenyt is csak két fordulóban lehetett megrendezni, így a nagyobbak néhány nappal később jönnek.